Köszöntök mindenkit, sziasztok! Ahogy a borítóképről is láthatjátok, ezúttal is egy rendhagyó adással készülünk nektek, ugyanis stúdiónkat karban tartják. A folytatásban itt az előrejelző nagyteremmel fogok nektek beszélni, mögöttem pedig a négy nagy monitor, amelyen követjük az időjárást. Az előző napok időjárását alakító mediterrán ciklon délnyugat felé fokozatosan elhagyja térségünket, és egyre inkább a tőlünk északra lévő nagy kiterjedésű anticiklon lesz majd ránk hatással, hatására pedig kelet-észak-kelet felől hidegebb levegő áramlik térségünk fölé. Éjszaka egyre nagyobb területen csökkenni fog a felhőzet, de elsősorban a Dunántúlon, valamint a déli megyékben ismételten felhőssé válik az idő, réteg felhőzet képződik, valamint párássá válik a levegő, a szélcsendes részeken pedig köd is képződhet. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában mínusz 4 és plusz 2 fok között alakul, de elsősorban a derült, szélcsendes völgyekben ennél akár hidegebbet is mérhetünk. Az ország nagyobb részén marad a borult, párás idő, valamint napközben a réteg felhőzet is egyre nagyobb területet fog majd meghódítani. De elsősorban az Észak-Alföldön, illetve az északi középhegység tágabb térségében a napos tájak lesznek túlsúlyban, így ott több órás napsütésre számíthatunk. A legmelegebb órákban 1 és 6 fok között alakul a hőmérséklet, az északi a szél pedig inkább csak néhol élénkülhet meg. A következő napokban lényeges változásra nem számíthatunk, az ország nagy részén folytatódik a erősen felhős vagy borult idő, és több alkalommal is lehet akár kisebb mennyiségű csapadék, ez inkább havazás, hószálinkózás formájában érkezhet. A legmelegebb órákban kevéssel fagypont felett, míg az éjszakai órákban kevéssel fagypont alatt alakulhatnak majd a hőmérsékletek. Ezzel pedig szeretném is megköszönni a figyelmeteket, sziasztok!